2007. május 4-e. Jó reggelt! Úgy érzem magam, mint akit agyonvertek. Megint rohanás. Nem nekem valók ezek a korai kelések. Már egyre hisztisebbek vagyunk. Zuhany, reggeli és indulás. Segesvár felé megyünk. Előre jelzem a fiúknak, hogy állnak a lányok az úton. Emlékezetem szerint. És igen! A kamerának az egyik felé is emeli a szoknyáját. Nem tudom, mi látszik belőle. Ismerős az út, erre turnéztam 6 évvel ezelőtt. Jó a hangulat, közös fénykép, közös pisi. Végre itt vagyunk. Egy állat dácsiás miatt majdnem meghalunk, mert 80-nal átrohant a körforgalmon. Ő biztos helyesnek gondolta a manővert, nem tudom, de mi legalább felébredtünk. Megtaláltuk a helyi lányt is, aki nagyon helyesnek bizonyult. Bepakoltunk egy egész szép terembe, sajnos nem voltak valami sokan az előadáson. A szomszéd teremben valami román kórusfesztivál volt, ráadásul rendetlenkedett a zongora is, néha akkor is adott ki hangot, amikor nem kellett volna, illetve akkor nem adott ki hangot, amikor kellett volna neki. Nem baj, nem szoktuk feladni, és ezúttal sem tettük. Végül is szép sikerünk volt. Jól elfáradtunk, vissza is várnak szerencsére. Visszapakolás után irány a szállás, ami egy jó helyes panzió volt, de csak 2 ágyjal. Nem baj, probléma elhalasztva, indulás enni. Szerencsére nagyon közel laktunk a belvároshoz, ami nagyon hangulatos. Amikor mondom, hogy tiszta Velence, kicsit sértetten néznek rám, és mondják nagy büszkén, hogy ez nem Velence, hanem Szeben. És mit mondjak? Igazuk is van. Büszkék lehetnek rá. Igazán gyönyörű. Aki már látta, velünk érez. Elértünk az étteremhez, ami egy tradicionális román étterem. Én kicsit idegenkedtem előtte, hogy miért idejöttünk, de van a zenekari alapmondat, miszerint szarni beleszól a zene. Mit mondjak, szólt is bent a zene, de nem is akármilyen, hanem az az igazi macskanyúzó. Na, de hát Istenem, ízlések és pofonok. Rendeltünk tisztességesen, rögtön a nagy ijegységre egy-egy cújka, nem tudom, hogy hogyan kell leírni, utána minden mi szemszájnak ingere. Már a végén nem bírtuk, engem kedvesen bűbájos vendéglátó lányunk etetett a villájával, érezte, mivel lehet levenni a lábamról. Annyit ettünk, hogy alig bírtunk hazamenni. Ez az első este, hogy Marcival egy ágyban alszunk. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. Persze Barna fényképez minket, mert úgy fekszünk egymás mellett, mint 2 kezdőbuzi. Nehezen megy az elalvás, mert vagy nyom a hasam, vagy húz oldalra. Ó, Istenem, meghalok. Pusz. Árva lelkét, Krisztus nevében. május 5-e. Jó reggelt! Jaj, ez nem emberi. Annyit ettem tegnap, hogy éjjel felkeltem vízért. Barna mutatott tegnapi képeket, amin a nap átsüt az ingünkön, és látszik az óriási hasunk. Ez elképesztő. Kezdünk meghűlni. Reggelinél teljesen kivetkőztünk magunkból. Marci mindent kiöntött, ami csak a kezébe került. Én nem találtam semmit, amit oda készítettem, ezért rohangáltam az asztalunk és a főasztal között ordibálva, mint egy idióta. Barna bemutatta az igazi reggelit, ami nála ma reggel tejes, jogurtos, mézes, 2 lekváros, kakaós, csokis, műzli volt, felvágottas kenyérrel. Undorító volt. Mondjuk ő se tudta megenni. Úgy nézett ki az asztal utánunk, mint valami disznól, de már meg se lepődünk ilyen apróságokon, csak igyekszünk nem találkozni a helyi nénivel. Vissza a szobába, zuhany, laza mosás, utána próbálunk bepakolni, de egyre több a csomag, szegény passzát egyre jobban tele van. Nem baj, bírja még. Indulás vissza Marosvásárhelyre. Este a Mandalában játszunk egy könnyed Blues Perverz Lightot, előtte néhány bíjon. Elmegyünk szállásra. Egy nagyon helyes panzióban, az Anna Máriában lakunk. Nagyon vadregényes. És hát a házi lány, akiről elnevezték. Jaj, gyönyörű. Ennyi kell nekünk, már is jobban bírjuk a zongorát az emeletre. Nagyon szép a szobánk, olyan igazi toszkánai stílusban berendezve. Még erkélyünk is van, amin gyönyörűen besüt a nap. Igazi idilli állapot. Rögtön ki is tehénkedünk Barnával a teraszra. Ekkor vesszük észre, hogy a teraszunk épp a temetőre néz.
Se baj, általános a jókedv még hát nem csap röhögésbe, ugyanis akkor vettük észre, hogy megint csak két ágy van. De ha ez még nem is lenne gond, amiben mi alszunk Marcival, a francia ágy az egy igazi nászágy. Baldainnal, tükrökkel, alul, felül, oldalt, közben befut Vasbarni, aki közli, hogy szervezett nekünk még egy bulit a G-pontban, ami egy nagyon helyes kávézó, kocsma szórakozó hely. Ezen kissé meglepődünk, mert már volt ilyen, hogy bejönnek még fellépések, de a terv szerint fél óránk lett volna átmenni a G-be. Hú, ez izgalmas este lesz, állapítottuk meg, de nem baj, legalább most a gázsiból jól bekajálunk. Indulás a mandalába, kezdődik a buli, dugik tele a hely. Tényleg nagyon családias a hangulat. Marciból sztár lett. Nem mintha eddig nem lett volna népszerű, de ez már tényleg személyi kultusz. Először is mondták, hogy kezdjünk. Mi el is indultunk rutinosan, hogy most akkor... Mire Marci mondta, hogy állj, mert ő még kimegy pisilni. Csak úgy néztünk, hogy most akkor mi is van. Utána indult a koncert, nagyon jó volt a hangulat. El akartunk kezdeni egy számot, mire Marci... Várjatok, hozok egy sört! Na erre már nem tudtunk mit lépni, feldühöttünk, és jött az imádott vörös tigris. Marci visszaért, és folytatódott a koncert. Állati jó buli volt, annyira élvezte a közönség, illetve úgy tűnt, hogy élvezte, hogy ez minket is 1200%-ra pörgetett fel. Marci egész koncert alatt kapta a söröket, egyre homályosodott a tekintete, ami csak azért volt baj, mert mindössze fél óránk volt átcuccolni a G-be. De ezzel sem volt semmi gond. Amint kimondtuk, hogy sziasztok, köszönjük szépen, már ki is kapták a kezemből a mikrofont, és őrült tempóban elkezdtek a Sapiencia diákjai élükön a sodró lendületű Vasbarnival pakolni, hogy minél hamarabb átérjünk, és ne legyen késés. Sikerült. Kb. 20 perc csúszással elkezdtük a koncertet a G-pontban. Egy levegővételnyi időnk se volt már is. Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek! És indult a buli újra. Meghatározó élmény volt, ugyanis nagyon késő volt már a koncert végére, ami rendőrségi feljelentést hordozott magában a helynek, vagyis halkítani kellett. Igen ám, csak a közönség nem akart halkabban énekelni. Jött a főnök, akit a változatosság kedvéért szintén Barnának hívnak, és intett, hogy csendesebben. Mi meg visszaintettük, hogy mi nem csinálunk semmit, a közönség énekli, hogy komolyodnak, pénzért basznak. Felfoghatatlan. Mi mondtuk nekik, hogy baj lesz, erre megértették, hogy nem szabad üvöltözni. Igen. De nem hagyták abba, hanem piánóval, egészen halkan énekelték tovább, profi kórusokat megszégyenítően hozták a szordinót. Ilyet még nem éltünk, hát vigyorogtuk Barnával, mint két jól lakott óvodás. Marci is vigyorgott, bár ezt inkább az elfogyasztott kb. 5 liter sörnek tudtuk be. Teljesen elfáradtunk, de összepakoltunk, aztán irány a jazz. Nagyon jó nap volt. Olyan boldogok voltunk, mint talán még soha életünkben. Igazából magunkban kicsit imádkoztunk mindeközben, hogy nehogy álom legyen és felébredjünk. Igazából nagyon jóban vagyunk életünk irányítóival, mert amit eddig átéltünk, arra nem tudunk szavakat találni. Annyira szép, annyi energiát ad a mindennapokra, hogy igen, igen, érdemes dolgozni. Persze, sosem lehet az ember maradéktalanul boldog. Csak ennyi, hogy belefutottam egy szempárba, amiben még nagyon beleszaladnék, ha lehet. De lehet, hogy csak álmodtam. Szép álom. Mit mondjak? Akkor a buli volt a jazzben, hogy azt se tudtuk, hol vagyunk. Én megittam két sört, de attól már igencsak értelmesen nézhettem. Nem baj, szarni bele szól a zene, mint azt tudjuk. És itt nagyon jó zenék szóltak. Csak kapkodtuk a fejünket, na meg persze a szemünket. Mert ugye... Na, de persze semmi, mert minek, meg ugye én egyedül gyávácska is vagyok.